Üllőni már negyedik alkalommal rendezik meg a Roma Kulturális Napot. A december 7-i program sorozatból ezúttal sem maradhat ki a Mikulás érkezése és a Ki mit tud vetélkedő. A részletekről a főszervezőt kérdeztük. Negyedik alkalommal szervezzük az Üllői Roma Kulturális Napot, amiben benne lesz a Mikulás ünnepség is, és ebben az alkalommal együtt szervezzük már negyedik alkalommal a Roma Ki mit tudott, ahova várjuk a gyerekeket, szintén a fiatalokat is várjuk, felnőtteket is, ahova egy kis kulturális műsorral és kulturális programokkal várunk minden érdeklődőt és fellépőt egyaránt. Mondjuk meg pontosan az időpontot és a helyszínt. December 7-e délután 4 óra, és az Üllői Kis Sándor Művelődési Ház. Lesz Ki mit tud, fellépő vers, mese, előadás, Notár Ilona, Olaj József Pöli fog egy könyvbemutatót tartani, és hát olyan kulturális programok, amik Üllőhez is kapcsolódnak, például egy kis helytörténeti bemutató. Ugye ez már, ahogy elnök úr említette, negyedik alkalom. Milyen az elmúlt 3 év tapasztalata? Milyen az aktivitás? Én azt gondolom, hogy egyre jobb és egyre sikeresebb. A résztvevők száma is ezt mutatja. Én, ha jól emlékszem, akkor minden évben, amiket ezeket a programokat csináltuk, minden évben telt házzal csináltuk. Sok gyerek jött el, sok résztvevő volt, sok érdeklődő, sok új is, és hát nem csak romák jönnek, aminek örülünk szintén, mert várunk minden olyan érdeklődőt, aki maga ez a kultúra, ez a nap után érdeklődik, és nyugodtan jöjjön bárki, szívesen látunk mindenkit. És azt még hozzá szeretném tenni, hogy az esnek a fénypontja, az esti fellépő pedig Váradi Olasz lesz, aki énekelni fog az érdeklődőknek.